Bátorság, hősiesség, kitartás és például segíteni akarás. Legtöbbször ezek a szavak jutnak eszünkbe akkor, amikor az egyenruhásokra gondolunk. A rendőrök, tűzoltók, mentők és börtönőrök szinte naponta találkoznak az emberi gyarlósággal, a bűnnel és a halállal. Hozzászoknak. Mi civilek legtöbbször így vélekedünk a dologról, és talán nem is tévedünk sokat, vagy mégis? Kigyulladt nemrégiben ez a Fehérvár csurgói kisház. A tűzoltók megfékezték a lángokat, és ezzel sok kisgyermek pedagógus életét mentették meg, akik a szomszédos iskolában tanultak. Volt azonban olyan ember is, akin nem tudtak az egyenruhások segíteni. A házikóban élő idős asszony szénné égett a tűzben. Kiérkeztünk a helyszíre, akkor már teljesen összeégett testet találtunk, ami nem tudtunk segíteni. Emberek, akik az életmentést választották hivatásnak. Emberek, akik nem riadnak vissza a brutalitástól, a vér az élettelen testek látványától és szagától, a bűntől, a megalázottságtól. Mentők, tűzoltók, rendőrök és börtönőrök. Egyenruhások, akik semmin sem lepődnek meg, csak elvégzik a rájuk bízott feladatokat. A Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon pszichológiai alkalmassági vizsgálat előzi meg a szolgálatba állást, a munkatársak pedig 2 évenként vesznek részt pszichológiai ellenőrzésen. Az egyenruhások lelki gondjaikkal a Fejér megyei rendőrfőkapitányságon dolgozó pszichológusokat kereshetik fel. Itt volt előttünk, rohantunk az autókhoz, nem vártunk meg riasztást, semmit, egyből mentünk segíteni. Hát és a kisfiú még élt, amikor kivettük az autóból, de mire a mentős kollégák kijöttek, de nekik is 1-2-3 perc kell, még ideértek, addigra sajnos már elhalálozott, és nem tudtunk rajta segíteni. Szóval ez egy szörnyű élmény volt. Van egy örök szabály, de én ezzel nem értek egyet. Ami úgy szól, hogy ne vigyük haza soha az itt szerzett élményeket, tapasztalatokat. Én sokkal inkább úgy gondolom, hogy minden egyes eseményt valakivel fel kell dolgozni, meg kell beszélni. Ugyanakkor az is igaz, hogy a tűzoltóságokon a szolgálati csoportok erre nagyon jók. Nagyon sok mindent látunk, nagyon sok olyan dolgot látunk, amit az ember talán soha nem felejt el. Tehát próbáljuk ezt magunkból úgymond kiírtani, ezeket a dolgokat, de ezek belevésődnek az ember agyába, és nagyon, nagyon sokszor elő is jönnek. Megtanulják, hogy hogyan kell az ilyen helyzeteket kezelni. Kialakul az ő saját stresszkezelési stratégiájuk. Tudják a tűzoltók, tehát bekalkulálják valahol azt, hogy történhet baj, és nem csak egy káresethez történő vonulás közben, hanem a tűzoltó megsérülhet máskor is, bekalkulálják, tehát tudják, hogy ez megtörténhet. Ugyanakkor nyilván erről beszélni kell, és minden támogatást meg kell adni annak, aki ennek vagy ehhez hasonló balesetnek részese volt. Hú, mivel hogy én a közelben lakom, az elsők között voltam, akik kiértek, és ha már baj történt, talán ez egy nagyon jó érzés volt számomra, hogy én is segíthettem a bajba jutott kollégáimon. Amúgy meg nem jó érzés. Tehát ők valahová valakinek a segítségére siettek. Hát ez előfordul. Amikor benne van egy szituációban valaki, és ez egy felfokozott érzelmi állapottal is együtt jár, akkor ezt félre tudják tenni akár az ijegységet, a megdöbbenést vagy a sajnálatot, és nagyon gyorsan tudnak és nagyon jól tudnak reagálni akár a társuk mentésében is. Nekem ez a tapasztalatom, több ilyennel is találkoztam már a pályafutásom során, hogy valami hihetetlen erő az, ami hajtja őket egy ilyen helyzetben is. Készenlét.
Az a 24 óra, amíg ők szolgálatban vannak, igazából kiszámíthatatlan a számukra, hiszen mindig hívásra kell, hogy menjenek. És ez a készenlét az, ami pszichésen nagyon megterhelő tud lenni. Sikeres beavatkozás az egy nagyobb élmény mindenki számára, hiszen akkor szembesülünk azzal, hogy igazából van értelme a munkánknak. És ez nagyon jó érzés. A kamionsofőr beleszorult a fülkébe, nagyon csúnyán beszorult. És ugye ott én voltam az ember, aki bement. Ilyenkor valakit mindig próbálunk beküldeni a sérült mellé. Pontosan ezért, hogy ne érezze magát egyedül. Ők nagyon, nagyon ki akarnak onnan jönni, de nem tudnak szegények, és megnyugtatni, megfogni a kezét. És annak ellenére, hogy nem beszéltünk egy nyelvet, nagyon jól megértettük egymást. Tehát nekem védőruhámat le kellett vennem, mert különben nem fértem volna be hozzá. És a fiúk, a többiek kollégák pedig addig dolgoztak. És sikerült. És nagyon jó érzés volt az is. A Fejér megyei rendőrfőkapitányságon pszichológiai alkalmassági vizsgálat előzi meg a szolgálatba állást. A munkatársak pedig 2 évenként vesznek részt pszichológiai ellenőrzésen. Az egyenruhások lelki gondjaikkal az állományhoz tartozó pszichológusokat kereshetik fel. Bementünk a házba, és én kaptam azt a feladatot, mint fiatal, hogy nézzek fel a padlásra. És az emberünk a padlás feljáróba közvetlenül volt felakasztva, öngyilkosságot követett el. 1-2 hete volt már ott. Az mai napig emlékszem, de nem volt kellemes. A kalandvágy, az embereknek a szolgálata, maga a rendőri szakma tetszett. Ebbe a részre nem gondoltam bele, és szerintem én azt gondolom, hogy nem is nagyon kell belegondolni, mert akkor ez fokozódik. A vér, illetve a maga a testnek a bomlás illata, az végülis mindenhol ott van. Egy, azt tudni kell róla, hogy nagyon hamar beleissza magát az ember ruhájába, meg hajzatába, bőrébe, és persze van, amikor az ember jön következő szolgálatba, és még lehet érezni a ruhán. Át kell ezt ültetni, hogy én nem magánember vagyok itt, hanem most egy rendőr, és úgy viselkedjek el, mint egy hivatalos személy, ne úgy, mint egy apa, vagy egy családtag. Több napos felvágottnak is nagyjából olyan illata van, mint egy halottnak, ha úgy nézzük. Csak az ember nem abba a mennyiségben, abba az illat mennyiségben szembesül vele, hanem csak egy illatot érez, mit tudom én, felvágottnak az illatát. Viszont egy halottnak, egy frissebbnek, szóval nem egy több hetesnek, ugyanolyan illata van körülbelül. Persze keveredve más illatokkal vagy szagokkal, de körülbelül ugyanaz egyébként, és az emberi agy asszociál rá. A probléma általában akkor szokott adódni, hogyha a munka során valami különleges eseménnyel találkoznak, ami a mindennapi munkavégzésüktől eltér. Ha az ember nem a szemletárgyának tekinteni a testet, a halottat, akkor igazából szerintem hosszabb távon ez az embernek a mentális egészségére rámehetne. Jelentős esemény volt, hogy a Móri bankrablás, ami nem egy szokványos esemény Magyarországon. Ott azt követően azért a kollégák többsége, akik részt vettek ennek az ügynek a kezelésében, a nyomozásában, meg sort kerítettek arra, hogy a pszichológussal beszélgetni tudjanak. Csapatszolgálati feladat az egyáltalán nem népszerű rendőri feladat. Már a megjelenésük is egyfajta agressziót vált ki csoportokból. Nagyon gyakori a leköpködés, a különböző szitkóknak a szórása, és hát láthattunk akár hazai, akár nemzetközi példában, hogy molotov koktéllal vagy kővel dobálták meg a rendőröket, illetve hát súlyosabb támadások is előfordultak. Folyamatos stressz, a bizonytalansági tényezők, ezek mind-mind az idegi kimerítést szolgálják. A másik oldalról pedig a fizikai megterhelés, tehát az, hogy, amit említettem, hogy lehet, hogy 8 vagy 10 vagy 12 órát egy helybe kell állni.
nagy bevetéseken mindig el szokott minket kísérni pszichológus, aki figyelemmel kíséri a lelki állapotát az éppen mondjuk sorfalban álló rendőröknek. Az országos mentőszolgálatnál nem előzi meg a szolgálatba állást pszichológiai alkalmassági vizsgálat. Az egyenruhások lelki gondjaik miatt a pár hónapja alakult néhány fős önkéntes pszichológus csoporthoz fordulhatnak. Az egészségügyi dolgozó sajnos nem halhat meg idézőjelben minden betegével, hiszen megy tovább a műszak és a következő betegen is segíteni kellene. Amit a mai napig sem lehet könnyen feldolgozni, azok a gyermek balesetek. Ez egy drog. Nem tudnak... Nem a pénzért. Sajnos. Nem a pénzért, hanem ez egy olyan fajta dolog, amit nem lehet abba hagyni. A segítés, ez egy személyiségtípus. A hozzátartozóktól hallunk, hogy ne kérdezzünk, ne kérdezősködjünk, hanem küldjük a mentőt. Föl lehet készülni különböző konfliktuskezelő lehetőségekkel, amiket tavaly év folyamán a minden mentés irányító a megyébe egy pszichológiai képzésen keresztül részt vett. Szelegés környékén is volt egy 5 halálos áldozat, a járóbaleset így másfél éve. Tohányszor elmek 62-es főúton, még a szambult. Volt egy kislány, akit saját udvarukon a traktor után húzott tárcsa átment rajta, ő életben maradt. A gyerekhalál, akkor az lenne a jellemző, de nem ez a legtipikusabb. A legtipikusabb az, mint bárki másnak, az, hogy otthon mi zajlik, és azokat a dolgokat hogy hozza be ide. Az egyiket gyakorlatilag életveszélyességlősekkel vészeltem át, a másiknál idejébe kiugorva a mentőautóból, és figyelmeztetve a gépkocsi vezetőt a baleset veszélyére, én már csak az ároknak a védett oldaláról láttam a balesetet, viszont rögtön elkezdtem a sérülteknek a mentését, illetve a további segítségigénylését. Itt jó esett volna, hogyha esetleg a műszakot sikerül megszakítani. Azért ez egy olyan stressz helyzet tényleg, amikor az ember azt látja, hogy nyílik ki a mentőautó ajtaja, repül ki a hordágy, esnek utána a betegek, akik a ülésen foglaltak helyet. Fél éve, vagy azt mondom, inkább október óta van egy telefonszám, mint hogyha fölhívnak, akkor kaptak lelki segítségnyújtást. Vagy telefonon keresztül, vagy interneten keresztül, vagy hogyha olyan súlyos az eset, akkor személyesen. A Közép-Dunántúli Büntetés Végrehajtási Intézetnél pszichológiai alkalmassági vizsgálat előzi meg a szolgálatba állást. A munkatársak pedig 2 évenként vesznek részt pszichológiai ellenőrzésen. Az egyenruhások lelki gondjaikkal a Baracskai állományhoz tartozó pszichológusokat kereshetik fel. Amikor olyan ügyekről hallasz, például a móri mészárlás, vagy amikor a saját településeden, tehát egy falubelit hal meg azért, mert valaki egy kiló krumpliért vagy 10 tojásért agyonverte, amellett is nagyon nehéz elmenni. Amikor például a felügyelő nem tudja befizetni normálisan az autó részletét, vagy otthoni problémái vannak, és akkor látja, hogy itt mindenféle bűnökkel megvádolt emberek közben pingpongoznak, csomagot kapnak. Végre kell rajta hajtani a büntetését. Ha tetszik, ha nem tetszik az illetőnek az arca, a viselkedése. Nagyon meg szokta viselni az a kollégákat, hogyha valaki szélsőséges személyiséggel rendelkezik, és
és hát nehezen kezelhető az illető. Nem igazán a veszélyes bűnöző, ami pszichésen megterhel, hanem maga ez a rendszer. Tehát ez a monotonitás, ahogy tudja az ember, hogy nem kapja meg azt a megbecsülést a társadalom részéről, amit esetleg úgy érez, hogy megérdemelne. Amikor rájön az, hogy nem minden fekete-fehér, hanem a szürkének sok árnyalata. A nap 24 órájában azon törje a fejét a fogvatartott, hogy tud keresztbe tenni, hogy tudja könnyíteni a saját dolgát a szabályok ellenére, és tehát itt azért kell az összetartás. Hogy együttesen lépjünk fel, és mindenki ugyanazt az értékrendet képviselje. Ne legyen az, hogy na most olyan szolgálat van, ahol lehet próbálkozni, na most olyan, ahol nem lehet. Tehát legyen egységes, és mindig olyan, ahol nem lehet. Az előállítások során igen komoly pszichés megterhelésnek vannak kitéve a kollégák, hiszen sajnos nem egyszer fordul elő, hogy szidalmazzák őket, vagy fenyegetik az előállítás során. Itt meghalt egy olyan ember, akivel minden nap találkozol, akivel jó volt a viszonyod. Érdekes módon a kolléga, aki a gyilkosságot elkövette, az onnantól kezdve már nem is különösebben szerepelt kollégaként. Tehát ő olyan negatív érzést váltott ki mindenkibe, hogy ő tényleg úgy szerepelt, mint egy gyilkos. Inkább az áldozat a kolléganő, aki továbbra is megmaradt egy olyan szerepben. Pszichológusok segítettek a kollégáknak, azoknak, akik átélték ezt a rendkívüli eseményt, hogy próbálják feldolgozni, másrészt pedig egy hosszabb távú programot alakítottunk ki, ahol pszichológusok segítségével egy tréninget valósítottunk meg. Egészen következő év április-májusáig tartott ez a tréning. Bezárul a kapu, és akkor nekem elfelejtődik a börtön. Ha lehet, akkor ahogy becsukolik mögöttünk a börtönkapu, ott hagyjuk azt a fajta helyzetet, munkát, történetet, történést, ez az ajánlott. Hogy ezt mennyire tudják megtenni, ez függ a családi légkörtől, tehát hogy mennyire elfogadó, befogadó, tűrőképes, illetve mennyire van meg a harmónia mondjuk a pártagjai között. Hogy egy ilyen zárt közegben vagyunk, azért jobban összetart a társaság, mint egy civil munkahelyen, mert kénytelenek vagyunk összetartani. Hát szokták mondani, hogy mindenkinek megvan a téglája a börtönbe, én el tudom képzelni, hogy igen. Tehát itt akárki belecsúszhat, akármikor, akármibe. Emberek, akik az életmentést választották hivatásnak. Emberek, akik nem riadnak vissza a brutalitástól, a vér az élettelen testek látványától és szagától, a bűntől, a megalázottságtól. Mentők, tűzoltók, rendőrök és börtönőrök. Egyenruhások, akik semmin sem lepődnek meg, csak elvégzik a rájuk bízott feladatokat.